Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél 6-os híradója, Fridrik Gertród vagyok. Szeptember 8-a van, az Adriennek ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, először csak röviden. Kigyulladt az erdő Radanovácnál. Kisboldogasszony napi búcsú Doroszlón. Borsos árat fizethetünk érte, ha nincs nálunk a személyi igazolványunk. Körzeti tűzoltóverseny Tóthfaluban. Kigyulladt az erdő Radanovác-nál, a lángok gyorsan terjednek a száraz ajnövényzeten, a sűrű füst Szabadka központjából is látható. A tűzoltók, az erdészek és a természetvédelmi őrök nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Az oltást a szárazság és a szél is nehezíti. A részleteket Pető Attila mondja el. Ahogyan az mögöttem is látszik, lángol a tőzegi erdő Palics melletti része. A tűzoltókat valamikor a kora délutáni órákban riasztották ki a helyszínre, és azóta is oltják a lángokat, illetve nyomoznak azután is, hogy mi is okozhatta pontosan a tüzet. Szűz Mária születésnapjáról emlékezünk meg ma, Kisboldogasszony napján. A vajdasági magyarság Mária tiszteletének legjelentősebb helyszíne a doroszlói Szentkút, ahol ezúttal is több száz hívő imádkozott együtt. Az ünnepi püspöki nagymisét Monsignor Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök vezette. Hálát adni, kérni mentek a szűzanyához a hívek Kisboldogasszony napján. A doroszlói Szentkút vízében többen meg is mosakodtak, ez a víz ugyanis csodás gyógyulásokhoz vezet a hívek szerint. A jóért imádkozunk, azért jövünk, megtesszük a hosszú utat, hogy mindenkinek könnyebb, meg jó sors legyen. Eljövünk. Iszunk vizet, kezet mosunk, mosdunk. Még bírok, biztos jönni fogok. Ez nagyon nagy feltölt, különben is templomjáró vagyok, de ez egy különleges érzés, mikor az ember idejön, minden gondtól, bajtól, betegségtől megszabadul. Verebélyi Árpád címzetes prépost, a doroszlói kegyhely igazgatója kiemelte, Kisboldogasszony napján Mária születésén túl azt is ünnepeljük, hogy az Isten együtt akar működni az emberekkel. Mindannyiunkat a Jóisten akart, hogy legyünk, és mindannyiunkat ugyanazzal a hivatással töltött el, amivel Máriát, hogy együttműködjünk vele, együttműködjünk egymással, és valamilyen szinten ez az együttműködés meghozza nekünk, embereknek azt a fajta életet, ami egy nyugodt, ami egy olyan élet, ami kiegyensúlyozott, ami testvéri, ami valamilyen szinten előre mutat. A doroszlói Mária kegyhely az egyik legősibb szenthelyünk, az itt tapasztalható jó körülmények pedig lehetővé teszik azt, hogy a hívek az év bármely napján elzarándokoljanak ide, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke. Nem kell megyugorjéba menni annak, aki zarándokolni szeretne, vagy egy zarándokhelyre, egy szenthelyre szeretne ellátogatni. A doroszlói Mária kegyhelynek egyre nagyobb az ismertsége, egyre nagyobb a jelentősége, ami rendben is van, hiszen egy ősi kegyhelyről van szó, az egyik legősibb szenthelyéről a vajdasági magyar közösségnek, és ezek a beruházások, amelyek Magyarország kormányának támogatásával megvalósultak az elmúlt években, hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy méltó körülmények között nem csak kisasszony napján, hanem gyakorlatilag az év bármely napján itt zarándokokat tudjanak fogadni. A szentmisét oltári szentségi körmenet követte. A népviseletbe öltözött gyermekek és a szélben lobogó templomi zászlók látványa még ünnepibbé tette Kisboldogasszony napját. Ezt megelőzően tegnap este a hívek keresztúti ájtatossággal és gyertyás körmenettel ünnepeltek. Az idei zarándoklat mottója Ferenc pápa gondolata, ami szerint Szűz Mária a remény, a hit és a szeretet szimbóluma. Már a kora délutáni óráktól érkeztek a hívők a doroszlói búcsúba, amely a vajdasági magyarság legismertebb búcsújáró helyévé vált. Az ünnepi szentmise előtt bűnbánati liturgiát tartottak, de gyónásra is lehetőség volt. A testi és lelki feltöltődés érdekében, valamint a szeretteikért imádkoztak a hívek. Lelkem itt megpihen, számtalan példát föl tudnák hozni ott azokba a részekbe, ahol gyógyulást kaptam, ahol boldogságot kaptam, erőt kaptam, és újra indultam. Ha csak lehet, mindig eljövök, és még már gyerekkoromban is mindig édesanyámmal jártam ide, és ha nem jönnék, akkor nagyon rosszul érezném magam otthon, hogy nem jutottam el. Az előesti szentmisét Monsignor dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára celebrálta. A mise alatt a betegek kenetének kiszolgáltatására is sor került, majd a szentségáldásra is. Ez az esemény a Magyar Katolikus Közösség központi búcsúja. Sokan az idei évben is gyalog tették meg az utat a Szent Kútig, hogy Szűz Mária kegyelmiért és közbenjárásáért imádkozhassanak. 30 éve most a jubileás tavaly volt, hogy megindult ez a gyaloglás, és abból én 20-valahányszor voltam. Pontosan nem tudom megmondani. Hát nagyon-nagyon lelkiekben nagyon-nagyon föltődik az ember, amikor jön. A búcsúra pedig idősek, fiatalok és családok egyaránt ellátogattak. Az adai Török Anita kisfiával érkezett az arándokhelyre. Kell a fiatalságot már kicsikortól kezdve erre a mi vallásunkra nevelni, mert máskülönben nem tudják ezt elsajátítani. A szentmisét követően sor került a gyertyás körmenetre is. Tegnap több szerb egyesület is megszüntette a blokádokat a Merdara és a Brnjak közigazgatási ellenőrzőpontok közelében, Közép-Szerbia és Koszovó között. A pristinai belügyminiszter ezután bejelentette, hogy megnyitották az adminisztratív határátkelőhelyeket, miután megerősítették, hogy a blokádokat feloldották. Tegnap a Jarinyai közigazgatási átkelőt is megnyitották a forgalom előtt. A pristinai rendőrség 10. napja tartja zárlat alatt a szerb intézmények épületeit Koszovó északi részén. Az ott dolgozók százai továbbra sem tudnak bemenni a munkahelyükre. Naponta legalább 10 kapnak büntetést azért, mert nem visznek magukkal személyi igazolványt. 50 000 dinár bírság, vagy akár 30 nap börtön is járhat azért, ha nincs nálunk a személyazonosságot igazoló okirat. Akkor is jár a büntetés, ha felszólításra nem mutatjuk meg a személyes okmányunkat. Egyébként Szerbiában, akinek van lakhelye és betöltötte a 16. életévét, köteles személyi igazolvánnyal rendelkeznie. Amennyiben nincs neki, ugyanezek a büntetések vonatkoznak rá. Drina menti körútjának 5. egyben utolsó napján Aleksandar Vučić ma reggel a loznicai dr. Milenko Marin egészségházban megtekintette, hogyan zajlanak az ingyenes megelőző vizsgálatok. A szerb államfő hangsúlyozta a szűrővizsgálatok fontosságát, és beszélt az egészségügyi dolgozókkal. A jövő hétvégén már jó magam és a tőlem idősebb kormánytagok is elmehetnének ezekre a vizsgálatokra. Nézzük meg, milyen az állapotunk, és van-e okunk aggodalomra, mondta Vučić, akit Zlatibor Lončar illetékes miniszter is elkísért. A szerb elnök hozzátette, a lényeg az, hogy orvosaink elvégezzék a feladatot, hogy megvizsgálják az emberek egészségi állapotát, és megtalálják számukra a legjobb terápiát. Aleksandar Vučić szerint nincs fontosabb az emberek egészségénél. Ako mi budemo ustanovili na vreme, diagnostifikovali na vreme nečiju bolest, da ti ljudi mogu da budu izlečeni i od tolikog broja ljudi, pa da to bude 10 ili 20.000 ljudi, mi smo čitave gradove spasili. Bukvalno čitave gradove smo spasili. Aleksandar Vučić a loznicai dr. Milenko Marin egészségházban tett látogatása alkalmával azt mondta, hogy dolgoznak a megoldáson, miszerint júniusra vagy jövő év végére ne legyenek várólisták az egészségügyben. Szeptember végéig erre meg kell találni a megoldást, szögezte le a szerb államfő. Hozzátette, a páciensek eleget szenvedtek az állam hozzá nem értése, lustasága miatt. Ezért ennek véget kell vetni, és mindenkinek meg kell kapnia a segítséget, hangsúlyozta Vučić. Mint mondta, az emberek nem várhatnak 4 évet a csípő vagy a térd protézisre. Nézzük, mi lesz még a híradóban. születinapok Bácsfeketehegyen. Hagyományőrző napok Kúlán. Változatos és színes programok várták az érdeklődőket a Bácsfeketehegyi születinapokon. Pénteken a Bor utcában szőlész és borász találkozó volt, szombaton egyebek mellett a település több helyszínén népzenei műsor, valamint a néptáncosok és népzenészek lovaskocsis szüreti felvonulását láthatták az érdeklődők. Az idei születinapok újdonsága a Művelődési Egyesület berkein belül működő Bácsfeketehegy Értéktárbizottság Hungarikum programja. Meglepték a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület tagjai a piac téren összesereglett érdeklődőket. A műsorok után flashmobot hajtottak végre, és táncba hívták a piacon dolgozókat. Majd a néptáncosok és népzenészek lovaskocsira szállva járták be énekelve a falut, több helyszínen megállva, ahol a szíves vendéglátásért szép programmal fizettek. Ez alatt a Kultúrotthon udvarában és a nyári színpad körüli téren zajlottak a változatos események. Faragó Doris és Fekete Dorka az íjász bemutatót és versenyt szerette a legjobban. Mire kell odafigyelni az ijászkodásnál? Hát, hogy szépen tartsuk a kezünket, meg mindig fal felé nézzünk, vagyis hogy a testünk oldalt legyen, és hogy figyelni kell nagyon arra, hogy betaláljuk ugye a közepére az ijász táblának. Szállási szemmel elnevezésű, a vidékre egykor hagyományos birkafeldolgozást bemutató műsorral készült a Bácsfeketehegy Értéktárbizottság, amely keretében birkapaprikás főzést, valamint nemezelést és gyapjúfonást is kipróbálhattak az érdeklődők. A birkafeldolgozás, a birka bőrének és szőrének a feldolgozására próbálunk egy picit rávilágítani, feleveníteni azokat a dolgokat, amik a birka bőrhöz, szőrhöz kapcsolódnak. És így került sor arra, hogy a mai délelőtt folyamán a nőknek tartottunk egy ilyen visszatanulási alkalmat, gyapjút fontunk rokkán, és kötöttünk zoknit, illetve nemezeltünk. Nem újdonság, hogy vidékünket már évről évre szerfelett sújtja az aszály. Idén a szőlő ültetvényeket is nagyban károsította a csapadékhiány. Ennek tükrében zajlott az idei Bácsfeketehegyi születinapok. Az idei év az egy igen szélsőséges év volt, hiszen maga a szüret már közel egy hónappal hamarabb megkezdődött, mint a megszokott időben, úgyhogy gyakorlatilag augusztus elején megindult, és már lassan be is fejeződött, úgyhogy már igen kevés szőlő van a tőkéken, hogy a megszokottnál így ezáltal kisebb díszletbe tudtuk felöltöztetni ezt a rendezvényünket, hiszen már szőlőt nem tudtunk bemutatni, az új borok már nagyon szépen erjednek, és bekerültek ugye a pincébe, várjuk ugye az eredményét neki, hogy milyen terméket tudtunk most az idejében előállítani. Kun hagyományőrző találkozó, nemzetközi birkapaprikás főzőverseny, ahol mintegy 20 bográcsban rotyogott az étel, jurtaállítás és sok-sok néptánc, népzene. A Bácsfeketehegyre látogatók tartalmas szombati napot tölthettek el a településen, és a programok vasárnap is folytatódnak. 17. alkalommal rendezték meg a kúlai hagyományőrző napokat. Az eseményre számos külföldi vendég is érkezett, köztük a magyarországi kalocsáról és szarvasról, valamint Boszniából és Horvátországból, de természetesen a legnagyobb számban a helyiek, azaz kúlaiak vettek részt. Az eseményt a Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ szervezte. Szeretettel köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket, vendégeket, házigazdákat, támogatókat, a rendezvény résztvevőit. A hagyományőrző napokat a kúlai Gödör sportpályán rendezték meg. Az esemény hivatalosan pénteken kezdődött a városi galéria kiállításának megnyitójával, viszont a programok zöme szombaton zajlott. A változatos és színes műsorok minden korosztály számára garantálták a szórakozást és a kellemes időtöltést. Általában társasággal szoktunk kijönni, nagyon szeressük ezt a napot, minden évben ezt várjuk, mert ilyenkor össze tudunk jönni, mint osztálytársakkal, általános iskolából, mert ugye helybeliek vagyunk, mint ilyen idősebb generációkkal is összefutni, tanárokkal hasonló. Itt úgy Kúla apraja nagyja összejön, attól függetlenül, hogy egyébként a világ merre sodorta őket munka vagy tanulás terén miatt, de ezen a napon általában mindenki elnéz, főként az esti órákban, amikor egy ilyen esti mulatság van, és mindenki tud társalogni közben. A délelőtti órákban gyermekeknek tartottak focitornát és egyéb foglalkozásokat. Délután a főzésen, a kultúrműsoron, valamint a táncoktatáson volt a hangsúly, este pedig zenés mulatság várta a vendégeket. Ez elsősorban fontos nekünk, a kulai magyarságnak, de természetesen a községnek is fontos, mert ezt a rendezvényt éveken keresztül támogatja anyagilag, és itt szokott lenni. Normális dolog, hogy itt bemutatjuk a mi kultúránkat, az mellett itt lesz egy együttes, ami szerb együttes, aki hát vendégként lesz itt, de az mellett nagyon sokan ismerősök, barátok eljönnek, akik éveken keresztül jönnek, ha nem is értik a nyelvünket, de tisztelik a kultúránkat és a hagyományainkat. A hangulatot egésznapos színpadi műsorok és zenék színesítették. Voltak kirakodóárusok és körhintások is, a főzőversenyre pedig több mint 50 csapat nevezett. 4 községből összesen 19 csapat vett részt a körzeti tűzoltó versenyen Tóthfaluban. A résztvevők több korosztályban, 8 kategóriában versenyeztek, a tét pedig az országos versenyre való kijutás volt, amit 2025. júniusában szervez meg a Szerb Tűzoltó Szövetség. A mostani megmérettetést a községi verseny előzte meg, ahol több százan vettek részt. Közülük most 19 csapat mérte összetudását azért, hogy végül a 8 legjobb az országos versenyen is szerepelhessen. Nálunk Horgoson 5 csapat van, ebből 1 női. Az előző versenyt azt Kanizsán nyertük meg, és úgy jutottunk el ide. Kanizsán 0 hibaponttal mentünk végig, aminek nagyon örültünk, és nagyon bizakodva jöttünk el ide is. És szerintem itt is meg fogjuk csinálni. Mi volt a te feladatod? Melyik részét szereted a legjobban? Én futottam a legtöbbet, én N1-es voltam. B-tömlőket húztam, C-tömlőket húztam, és a sugárcsövet én fogtam. A feladatok igénybe veszik a gyerekek koncentrációját, ügyességét, kondícióját, és a csapatok összehangoltsága is nagyon fontos. Úgy készültünk, hogy minden délutánonként kimentünk, kipakoltunk, akkor gyakorlatoztunk, stafétát is, a szerelést is, és ennyi. A versenyre 19 csapat érkezett Nagy Kikinda, Török Kanizsa, Zenta és Magyar Kanizsa községből. Van az úgynevezett utánpótlás kategória, akik kis ilyen vészpumpákkal kell, hogy egy adott célpontot lelökjönek időre. Aztán van a junior, tehát az ifjúsági kategória, ők már egy komolyabb akadálypályán szaladnak, vannak, ahol át kell ugrani, át kell bújni, például fel kell mászni, és ott a pálya végén szintén egy ilyen kézi pumpával adott mennyiségű vizet be kell jutatni egy vödörbe. Valamint van a király kategória, úgymond a felnőttek, ahol szintén 2 részre van bontva, a fiatalabb felnőttek és az idősebb felnőttek, ők viszont ugyanezt a szerelési számot végzik. Magyar Kanizsa önkormányzata minden évben támogatja a civil szervezeteket és az önkéntes tűzoltó szövetségeket is a község területén. Ők azok a szervezetek, akik valamikor elkezdenek foglalkozni a fiatalokkal, a gyerekekkel, és aztán majd 10-15 év múlva lesz ezekből a gyerekekből igazi önkéntes tűzoltó, de úgy gondolom, hogy a befektetett munka, energia és pénz az nem az, ami igazából mérhető ebben, hanem az eredmény, ami majd hosszú időn keresztül látni fogunk későbbiekben. A község támogatása lehetőséget nyújt az ilyen események megszervezésére, valamint évközben is biztosítja a szervezetek megfelelő működését. Városnapot ünnepelt Mórahalom, a szerb-magyar határ mentén elhelyezkedő, elsősorban vidéki üdülő városként ismert magyarországi település 35 évvel ezelőtt kapott városi rangot. A 35 éve városi rangot viselő Mórahalmat a szerbiai lakosok kétségkívül leginkább a Szent Erzsébet gyógyfürdőről ismerik, amely idén ünnepli működésének 60. évfordulóját. Az elmúlt 3,5 évtizedben Mórahalom egy olyan határmenti településé nőtte ki magát, amely feliratkozott a térképre kulturális és turisztikai szempontból is. Egyebek mellett a történelmi Magyarország építészeti szimbólumait, történeti emlékeit bemutató 1000 év parkja, vagy a szabadtéri előadásoknak is otthont adó futódobó lovas központ is népszerű turisztikai látványosságán nőtte ki magát Mórahalmon. Lényegében ez a 35 év ez bebizonyította azt, hogy az őseink hagyománya, a hazaszeretet, a családi értékek, a keresztény értékeknek a követése és a folyamatos útkeresés, a jövőbe tekintés felvirágoztassa településünket. Juhász Bálint, a Vajdasági Képviselőház elnöke szerint Mórahalom kiemelkedő példa arra, hogy egy kis térség hogyan tud megerősödni. A régióban is gondolkodott polgármester és partner volt abban, hogy határon átnyúló projektekben az egész térséget tudjuk fejleszteni. Ezúttal szeretnék gratulálni a városnak és polgármester úrnak. Mórahalom közössége 1892-ben kapta meg a lehetőséget arra, hogy önálló közösséget formáljon. Ez a Szeged környéki tanyák összefogásával valósulhatott meg. 1950-ben Mórahalom megkapta a lehetőséget, hogy önálló településként működjön. 1989-ben pedig a település városi rangot kapott. Alapvetően békében és egyetértésben zajlott ennek a városnak az élete az elmúlt több mint egy évszázadon keresztül. És azt valljuk, hogy ha belül béke van, akkor kívül is békét tudunk teremteni, a béke pedig fejlődést hoz, és olyan fajta perspektívákat fogalmaztunk meg a jövőnek, amelyben mi szeretnénk mindazokhoz eljutni, akik Mórahalomra szívesen, barátsággal, jó érzéssel tekintenek. Szeretnénk, hogyha Mórahalom ereje érződne határon túl és határon innen. Mórahalom a Városnapot 3 napos rendezvénysorozattal ünnepelte, amelynek ifjúsági programok és családi rendezvények is a részei voltak. Ünnepi gála műsorral is megemlékeztek a jeles évfordulóról. Ma 18 órakor játsza második mérkőzését a szerb labdarúgó válogatott az UEFA Nemzetek Ligájában. Szerbia legjobb focistáinak ellenfele a hazai pályán játszó Dánia lesz. A szerb csapat az első fordulóban gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyolokkal, míg a dánok 2-0-ra legyőzték a svájciakat. Szerbia és Dánia labdarúgó válogatottja utoljára júniusban az Európa-bajnokságon mérkőzött meg egymással. A 0-0-ás eredménnyel zárult összecsapás a kontinens viadal egyik legeseménytelenebb mérkőzése volt. Ma másmilyen meccsre kell számítani, mivel mindkét együttes számára sokat jelentene a győzelemért járó 3 pont. Eddig tartott a híradó, nézzük meg, voltak kiemelt témáink. Kigyulladt az erdő Radanovácnál. Kisboldogasszony napi búcsú Doroszlón. Borsos árat fizethetünk érte, ha nincs nálunk a személyi igazolványunk. Körzeti tűzoltóverseny Tóthfaluban. Köszönjük figyelmünket, további hírek és információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Legközelebb 8 órakor lesz híradó, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!